A világszerte elterjedő koronavírus járvány megfékezésére hozott intézkedések megváltoztatták mind az emberek, mind a gazdaság életét. Az egyes országokban az oltási programok sikere esetén a korlátozó intézkedések enyhítésével elindulhat a gazdaság élénkítése, stabilizálása. A szakértő szerint jelenleg azonban sok kihívással kell szembenézni. Bizony olyan áremelkedések következtek már most be, amik beláthatatlan következményekkel is járhatnak. Például a szállítmányozásban jelentősen növekedtek az árak, de a termelői cikkeknél is 20-30%-os áremelkedéseket jelentenek. Szóval az, hogy mikor áll vissza mondjuk egy 5 évvel ezelőtti szintre a magyar gazdaság, azt most nagyon nehéz megjósolni. Azt meg lehet, hogy most a vírus után növekedés lesz, és sok minden helyre áll. Növekedni fognak majd a foglalkoztatási mutatók, sok minden javulni fog, de azért az igazi útra még nem hiszem, hogy 2-3 éven belül vissza tudunk térni. A koronavírus járvány által generált gazdasági válság kapcsán szakemberek azon az állásponton vannak, hogy a jelenlegi recesszió eltér a korábbiaktól és a megszokottaktól, ez pedig felveti az eltérő kezelési mód szükségességének kérdését. Ilyen helyzet még nem volt, és ugye itt az Európai Unió is mélyen a zsebébe nyúlt, tehát nagyon sok pénzt juttatott a gazdaságokba, és ennek egy részét azért, hogy a vállalatokat kisegítse, vagy a dolgozókat kisegítse. Ausztriában 75%-os támogatást adnak azoknak, akik a vírus miatt elveszítették a munkahelyüket. Tehát nagyon sok pénz kerül ki így munkabérre, mert ugye a dolgozókat meg kell védeni. Viszont, hogy majd a termelés mikor indul be, és a foglalkoztatottság mikor érje el azt a szintet, ami kívánatos, ezt nagyon nehéz megjósolni. Tehát biztos, hogy növekedni fog a munkába állók száma, de nem biztos, hogy el fogja érni a korábbi szintet. Kockázatos gazdasági előrejelzésekbe bocsátkozni, mivel világjárvány alakulása és az oltási programok sikeressége is befolyásoló tényezők, az oltások nagy tömegekben történő elérése és a nyáimmunitás kialakulása kedvezően befolyásolhatja a gazdaság újraindítását.